akik esélyeseknek számítottak, semmi nem volt a számítógépben. Úgyhogy ha nem lett volna nálam otthonról hozott anyag, akkor ott ültem volna, és azt mondom, hogy hát igen, ez egy nagyon ügyes fiú. És ezt elfelejtik, vagy van ebbe valami célzatosság? Nem, nem, ott sajnos becsődött a számítógépes rendszer, tehát nem tudta feldolgozni azt a hihetetlen adatmennyiséget, amit be kellett volna vinni, és körülbelül az olimpia felénél tudták bevinni azt az adatmennyiséget, ami kellett volna, amikor a versenyzők fele már búcsúzott. De itthonról valamelyest azért tudnak segíteni, nem ilyen esetben? Tehát nehéz, ilyen küldözgetés, vagy ilyesmi? Nem, semmi. Amit meg kell oldani. Magammal, igen, amit vittem magammal, anyagokat korábbi versenyekről, amiket korábban ról összeszedtem azokból. Sikerült pótolni a hiányt. Na hát, megoldódott a probléma. A következő kérés az nem probléma, hanem nem is tudom, miért nézem a papírt, hiszen Ricsinek szerettünk volna, illetve szerettem volna kedveskedni, az előbb beszéltünk Candy Dalferről, és hogy ezen a koncerten találkoztunk, mert én is nagyon szeretem őt, és következzen tehát az ő kérése, illetve hát az én küldésem, vagy én küldöm neked, szeretettel, mégpedig Candy Dalfer és Dave Stewart Lily Was Here című felvételét. Csak ismételgetni tudnánk, hogy ez mennyire nagyszerű. De köszönöm volt. Szépen a meglepetést. Egészségedre, Ricsi. Van olyan az életedben, amire azt mondod, hogy na, ezt jól csináltam? Hát nem. Nem tudom. Hát ez most nagyon nehéz kérdés. Maximalista lévén soha nem vagyok elégedett magammal. Hát azt jól csináltam, hogy ezzel kezdtem el foglalkozni végül is, mert tényleg másfelé is indulhatott volna az életem, de ezt jól csináltam. Ez kezdett el érdekelni, és utána nagyon sokszor szóba került a szerencse, de azért annyira hadd legyek akkor már szerénytelen, hogy azért munka is van mögötte. Tehát én kezdettől fogva, hogyha valaki látja, hogy nekem milyen könyveim, újságaim, milyen gyűjteményem van, akkor az láthatja, hogy én ezzel tényleg tudatosan kezdtem el foglalkozni, és hát azt jól csináltam, hogy erre nagy energiát fektettem. Milyen könyvek ezek, sport témája? Persze. Tehát mindenképpen a szakmához kapcsolódó. Igen. Na jó, hát más könyveim is vannak. Gondolom. De kisgyermekkoromtól kezdve gyűjtöttem az újságokat és olyan könyveket, amikből lehet ilyen irányú dolgokat tanulni. Most nem is arra voltam igazán kíváncsi, hogy értem, hogy nehéz azt mondani, hogy na, ezt jól csináltam az életben, de konkrétan valamire, amire ezt jól közvetítettem, vagy jó, hogy ott lehettem, valamilyen nagy esemény. Olyan nagyon sok van. Hát olyan, hogy jó, hogy ott lehettem, olyan rengeteg van. De olyat nem mernék neked mondani, amire azt mondom, hogy jól közvetítettem. Azt döntsék el a nézők. Hát döntsék el a nézők. Most pedig egy kicsit bele kell, hogy húzzunk, hogy így mondjam, sportnyelven, mert elment egy picit az idő, és nem szeretném, ha bármelyik klip lemaradna, főleg, hogy ez az utolsó ebben a 1999-es évben. Révész Béláné Albert írsáról egy nagyon vehemens üzenetet hagyott. Tudnélek, az valamelyik elmúlt adásban kimaradt, illetve adásból kimaradt az ő kérése, és ezért most szeretném nagyon gyorsan pótolni ezt a dolgot. Az Álmok futók Hold dalát szeretné küldeni lányának, és ennyi az egész, akkor nézzük a klipet. Én nagyon meglepődtem, amikor megbeszéltük a találkozót, és mondtad, hogy te gyalog fogsz jönni, és nincsen egyáltalán autód. Igen. Ez valami lázadás? Vagy csak... Nem szoktam lázadni azért annyira. Nem szeretek, és nem tudok vezetni. Bár van jogosítványom, de valahogy nem kapott el ez az autós láz. Tehát én úgy gondolom, hogy főleg Budapesten, akik a fővárosban laknak, tudják, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak. Én úgy gondolom, hogy fölülök a metróra, vagy a villamosra, és könnyebben odaérek bárhová, nem kell parkolással törődnöm, úgyhogy én nekem megvannak a kis útvonalaim, amiket bejárok, és tökéletesen meg vagyok a héven. Vagy a... És akkor van bérleted? Abszolút, persze, éves bérletem van. És akkor egyszerűen ott állsz mondjuk a villamoson, vagy a metrón, és akkor így nézegetnek az emberek? Hát az elő szokott fordulni. Vagy megszólítanak, olyan is előfordult már. Hát ezzel együtt kell élni, de hát én nem úgy fogom föl, hogy én ott szerepelek, vagy bármi ilyesmi. Az zavar, hogyha nagyon kitartóan néznek.
akkor zavarba jövök. A lányok néznek? Nem, hát hogy bárki néz, akkor meg ott tudom. És mit szoktak kérdezni? Hát nem tudom, bármit, akár meccsről, amit előző nap közvetítettem. Hát vagy például ilyen is volt, amikor mentem haza, hogy te nem tudod véletlenül, hogy mennyit játszott a Fradi, és akkor megmondtam, hogy mennyit játszott. Vagy éppen tényleg az, hogy na milyen volt a helyszínen, és akkor elmondom, hogy milyen volt egy-egy meccs. Szóval ilyen ez ilyen közösség találkozó tulajdonképpen. Igen, elő szokott fordulni, igen. És egyáltalán hogy jutnak vissza hozzád a minősítések, hogy tetszett, nem tetszett, ahogyan közvetítettél, vagy írtál valamit? Ez is változó nyilvánvalóan. Kapok leveleket, vagy negatív, vagy pozitív töltésű leveleket. Meg hát válaszolsz rájuk, vagy ezt hogy kezeled? Hát az a helyzet, hogy általában a negatív töltésű leveleken nincs címe. Tehát írnak valamit, és utána oda van írva, hogy nem tudom, XY, de nem írja oda a címét, hogy válaszoljat neki. Tehát több ilyen van. Mondjuk hozzáteszem, hogy természetesen azért más dolga is van az embernek, mint minden levélre válaszolni, de volt olyan levél természetesen, amire válaszolnom kellett, és utána nem jött rá válasz. Tehát vagy meggyőztem az illetőt, vagy pedig úgy gondoltam, hogy na, ezzel nem érdemes vitatkozni. A következő dal a Baby Sisters felvétele lesz. Mégpedig Szabó Violettának kíván boldog névnapot, családja és húgai, azt hiszem, hogy vasárnap lesz Violetta napja, vagy legalábbis a hétvégén. Mégpedig a Szeresd a Testem című felvétellel. Tehát következik a Baby Sisters.